A hegyalja úton ma még ott volt a 2024-es budapesti olimpiára bíztató óriás plakát. Volt azonban, ahol már elkezdték leszedni a hirdetéseket. Ezt a képet a 444.hu egyik olvasója készítette a harmadik kerületben. A plakátot alig fél nappal azután kezdték eltávolítani, hogy kiderült, nem lesz népszavazás a 2024-es budapesti olimpia rendezéséről. A kormány azt javasolja, vonják vissza a pályázatot. Az MSZP szerint a Fidesz a vasárnapi boltzár és a földárverések ügye után immár harmadszor futamodott meg a népszavazás elől. Ez a receptje Orbánék megfutamodásának, ez a receptje a demokráciának, a demokratáknak 2018-ra. Ha elegendően vagyunk velük szembe, akkor elfutnak, megfutamodnak. Az együtt szerint a pályázat visszavonása az emberek győzelme. A demokratikus koalíció pedig úgy látja, az lett volna tisztességes, ha megtartják a népszavazást, miután összegyűltek az aláírások. A Jobbik szerint a történtekért a Fidesz és a kormány az első számú felelős. Semmibe veszik az emberek véleményét, mindent erőből és diktatórikus módszereket alkalmazva akarnak megoldani. Ők a felelősek, mert megszüntették az elmúlt években a társadalmi párbeszédet, és évek óta gyáván eliszkolnak minden vita elől. Az LMP szerint a történtek azt bizonyítják, hogy a kormány csak akkor hisz a népszavazásban, ha az a saját álláspontját erősíti meg. A Fidesz szerint ez nem igaz. Kósa Lajos az ATV-ben azt mondta, a népszavazás remek intézmény, csak nem mindenre alkalmas. Egy országot vezetni népszavazási eszközökkel nem lehet, ezért van az, hogy igazából az összes demokrácia az képviseleti demokrácia, és úgy általában 4 évente van valamilyen választás, ahol megkérdezik az embereket az ország vezetéséről, de minden ügyet népszavazással eldönteni, ilyen gyakorlat a demokráciákban nincs, mert ez nem alkalmas eszköz erre. A Fidesz alelnöke szerint egy ország vezetése inkább hasonlít ahhoz, ahogy egy család működik. Jobb, hogyha a család egészét kérdezzük meg, de a végén mégiscsak a szülők döntenek, mert mégiscsak ők felelősek a gyerek nevelésért, és megkérdezhetik a gyerekeket, de a végén mégiscsak a szülők döntenek. Kerestük a KDNP-t is, de nem reagáltak. A kisebbik kormánypárt egyik képviselője azonban Facebook oldalán már arra bíztat, hogy az ország pályázzon 2028-as olimpia rendezésére. A közösségi oldalon a budapesti olimpiáért mozgalom is megváltoztatta a borítóképét. Most már ők is 2028-ra készülnek.